Jövőre lesz 100 éve, hogy felfedezték a heparint, azt a molekulát, amely világszerte megváltoztatta a vérrögképződés elleni küzdelmet, ám alkalmazására azóta sincs örökérvényű recept. A trombózis széles rétegeket érint, és bár a kezelésében hamar sikereket értek el, a megelőzése sokáig nehézkes volt. Ebben próbált áttörést elérni István Lajos professzor, aki egy több szakmát átfogó klubot alapított 20 évvel ezelőtt. Örökségét kollégái viszik tovább, akik csütörtökön ünnepi ülésen tanácskoztak a témáról. A tromboembólia, mint ismert népbetegség, ennek a megelőzésének, a kezelésének nagyon sok új lehetőségei vannak, új gyógyszerek vannak, új molekulák, új eljárások, ezeknek az aktualitása a témánk. A vérrögképződést megakadályozó szer az 1990-es évek elején került piacra, és a szombathelyi hematológus professzor az elsők között ismerte fel a jelentőségét. Az általa szinte a semmiből létrehozott fórum hamar követőkre talált az ország minden pontján. Közülük sokan tartottak előadást a mostani ülésen is. Rák Kálmán professzor nagy hírű valaki volt, Szegedről került Debrecenbe, az ő szárnyaival lettem hematológus, hemosztázissal foglalkozva, és ilyen minőségben kerültem kapcsolatba Szombathellyel, mindenekelőtt István Lajos professzor úrral, aki számomra az egyik legmeghatározóbb egyéniség a pályám során. A tanácskozás történeti áttekintést adott a trombózis elleni küzdelemről, ugyanakkor a legfrissebb kutatási eredményeket is ismertette a szombathelyi orvosokkal. Az előadók őszintén beszéltek dilemmáikról, a kezelés nehézségeiről, valamint a különböző szakterületek összehangolt munkájának fontosságáról.